Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban rövid bejátszást láthatnak az M.O.Dom Pál Alapfokú Művészeti Iskola flashmobjából. Az iskola 130 éves fennállását ünnepli, amelynek kapcsán Miklósné Faragó Csilla intézményvezetővel beszélgetünk. Végezetül a Ne feledd napról tudhatnak meg érdekességeket, valamint hogy hogyan lehet korai szakaszban kiszűrni a demenciát. Már is kezdünk. Az M.O.Dom Pál Zeneiskola méltóképpen ünnepelte meg fennállásának 130. évfordulóját egy látványos és megható vonós, fúvós zenei flashmob keretében, amelyet a szombati napon rendeztek meg a Malom Központban a Zene Világnapja alkalmából. Fennállásának 130. évfordulóját ünnepli idén az M.O.Dom Pál Alapfokú Művészeti Iskola. Az előbbi bejátszásból betekinthettek az intézmény flashmobjába, amelyet a hétvégén rendeztek, most pedig Miklósné Faragó Csilla intézményvezetővel beszélgetünk az iskola megalakulásáról és sikereiről többek között. Jó estét kívánok, köszöntöm a stúdióban. Beszélni fogunk az iskoláról is, de először, ahogy ígértem, a flashmobról legyen pár szó. 5 éve volt az első flashmob. Akkor hogyan jött az ötlet, és azóta hogyan folytatódott ez a hagyomány? Jó estét kívánok mindenkinek! Tulajdonképpen 5 évvel ezelőtt a flashmob arra épült, hogy a 125 éves évfordulónkat ünnepeltük egy filmzenekoncerttel, illetve 2-vel aztán 3 lett belőle, és egy beharangozót szerettünk volna, de nem egy hagyományosat, ezért én az interneten nézelődtem egy picit, és ott találkoztam nagyon sok flashmobbal, ami meg is tetszett, ezt az ötletet megosztottam a zenekar vezetőkkel, és tulajdonképpen Kunna Lajos találta ki, hogy milyen zene darabot fogunk játszani, ez a Trónok harca volt, ami borzasztó nagy sikert aratott. 1 millió fölötti nézettsége volt magának a YouTube oldalnak. Ezt azóta is tartottuk, műsorom van mindig a Trónok harca, és gyakorlatilag most a 130 éves évfordulón is majd egy ráadás számban számíthat rá a közönség. A szombati flashmobnak mik a paraméterei? Én csak egyet említek, hogy 130 résztvevő volt.
Igen, ez véletlenül alakult ki egyébként, a 130 résztvevő, ahogy ugye összeszámoltuk, hogy mennyien vannak a vonós szekcióban, mennyien a fuvósok, plusz még a kórus rájött, mert tulajdonképpen a flashmobunk most ugyancsak a filmzenére épül, de most egy filmzene válogatást hallgathatott meg a Malomban a közönség, tehát a Harry Potteren keresztül a Gyűrűk uráig részleteket hallhattak, és gyakorlatilag, ahogy összeszámoltuk a résztvevőket, akkor kialakult az, hogy 130-an leszünk, és hogy ez egy fantasztikus dolog, véletlen, bár én vallom, hogy azért nincsenek véletlenek, de ez valahogy így alakult, és számunkra is hatalmas siker volt, ugye, mindig. Igen, nagyon nagy sikerek szokott lenni minden flashmobunk. Volt már olyan, hogy flashmobnak neveztük, de végül nem villámcsődület lett. Ez sem igazán flashmobnak könyvelhetjük el, mert gyakorlatilag a flashmob arra épül, hogy szépen beszivárognak a résztvevők. Uh-huh. Itt viszont egy tömeget mozgattunk, és nem tudtuk úgy, és nem is volt olyan a zene, hogy ezt meg tudjuk koreografálni, de volt már. Igen, ezt gondoltam is, ugye, hogy itt hangszereket is mozgatni kell, tehát hogy azért ez nem lehet annyira spontán, de mégis ugye a tömeg az megvolt. Meg, igen. Beszéljünk az iskoláról, ugye 130 éve, 1894 óta van zeneiskola, zenei oktatás Kecskeméten. Mit tudunk a kezdetekről? Tulajdonképpen Szent Gáli Gyula ötlete és a város vezetősége hozta létre, illetve az az igény a kecskeméti város lakosságában, hogy legyen egy zeneiskola, legyen egy tulajdonképpen egy hely, ahova a zenét tanulni vágyó gyermekek jöhetnek. Két-három fős tanári gárdával indultak, 10-12 növendékkel. Azóta nagyon szépen alakul a létszámunk, tehát jelen pillanatban 63 pedagógusunk van, és közel 900 gyermek tanul nálunk zenét. Ez hatalmas szám. Ugye Álmodon Pál az iskolának a névadója, róla mit lehet tudni, ki ő és kiről kapta nevét az iskola? Álmodon Pál, Mihályfalusi Bodon Pál egyébként a teljes neve. Ő zeneszerző, népdalgyűjtő, tehát Bartókkal együtt indult népdalgyűjtésre. Egyébként egy kolléganő, Pusztai Tamásné egy nagyon szép kötetet adott ki az ő élet útjáról, ahol nagyon jól leírta, hogy tulajdonképpen az ő vezetése a 39 éve alatt az iskola volt olyan időszak, amikor a saját házában működött, mert nem volt máshol lehetőségük rá a nehéz körülmények között. Tehát így ugye volt az iskola. Ugye említett, hogy több mint 900 diákjuk van most már. Mik a legnépszerűbb tanszakok, illetve vagy mik a legújabb tanszakok? A legnépszerűbb tanszak az mindig a zongora volt, illetve a gitár, mióta elindult a gitároktatás nálunk. Még nagyon népszerű a fuvola, illetve most már népszerű lett, tulajdonképpen az összes tanszakunkat mondhatnám, most már a hegedűre is nagyon sok jelentkező van, a gordonka például, tehát a cselló az most két teljes állású tanárunk alig bírja ellátni a csellista növendékeket, úgyhogy ez nagyon nagy fejlődés, és a részfúvósok is nagyon nagy ütemben fejlődnek. Az ütőtanszak meg mindig is népszerű volt. Gondolom, hogy a túljelentkezés is van. Egyébként mit tapasztal? Mert azt gondolom, hogy először egy gyerek nagy átlagban a szülő az, aki arra irányítja, és utána vagy marad, vagy nem. Maradnak a gyerekek? Tehát így húzamosabb ideig? Nagyon nehéz. Nehéz a kollégák helyzete, főleg a mostani időkben, mert a sport is nagyon nagy szerepet kap a gyerekek életében, ami tényleg nagyon fontos, de a zene is fontos lenne. Na most a sport általában egy közösség alkotó dolog, hiszen közösségbe járnak. Itt viszont egyéni oktatás van, ezért is fejlesztettük ki majdnem minden hangszerből a zenekart. Tehát gyakorlatilag most már van vonós zenekarunk, fuvós zenekarunk, fuvola zenekarunk,
Az ütőtanszakon is létezik egy kamaracsoport, gitár együttesünk van, kórusunk van, hogy a zongoristák sem maradjanak tétlenül, és ők is egy közösségbe jöhessenek. Ezzel egy picit meg tudjuk fogni, meg tudjuk tartani a gyerekeket. Tehát a közösségi élményt is adják a gyerekeknek. Beszéljünk az ünneplésről. Ugye október 3-a a Zene Világnapja, akkor volt a flashmob, milyen programok lesznek még? Gyakorlatilag a filmzene, ami most nagyon fontos számunkra, mert jövő hét csütörtök pénteken, tehát 17-én, 18-án a Hírösag órában lesz egy nagyszabású filmzene koncertünk, 18 órai kezdettel. Közel 200-an leszünk a színpadon, ez két félidős anyag tulajdonképpen. Ugye azt mondta, hogy 17 és 18, azért két nap, mert akkor az érdeklődés, tehát kétszer lesz ugyanaz előadva? Igen, sőt, annyira fogynak a jegyek, hogy már gondolkozunk a harmadik előadásban, ami azért is nagyon nehéz, mert szólistáink is vannak, akik nem Kecskeméten élnek már. Tehát az egyik szólistánk Horváth Antónia, aki egyébként fuvola szakos növendékem volt, és énekesi pályára lépett. A másik énekesünk, Olasz Csaba, őt szerintem nem kell bemutatni a kecskeméti közönségnek, és van egy csellista szólistánk, aki az Operaház szólamvezetője, egyik szólamvezetője, aki a Wednesday híres zene számát fogja előadni. Beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, ugye ez az ünneplés, és a jövőről csak egy pár gondolat erejéig. Milyen tervek vannak, milyen ötletek vannak, milyen kihívások vannak, amiknek meg kell felelni, és ami feladat önnek? Nekem tulajdonképpen a nagy feladat, hogy összefogjam ezt az egész intézményt, a 900 gyermeket és a pedagógusokat. Vannak nagyon nehéz időszakok, mint minden iskolában, amikor már mindenki nagyon fáradt. Ezt az időszakot próbálom egy kicsit fellendíteni, összefogni, lelket önteni a társaságba, és gyakorlatilag az előttünk álló feladatok a filmzene koncert után, nagyon sok tanszaki koncertünk van, karácsonyi koncertet tervezünk, de lesz kórusos, tehát akik szolfés tanszakosok és szolfés csoportban vannak, ő nekik lesz adventi koncertjük, illetve vannak kihelyezett tagozataink is, például Orgoványon és Felső Lajoson, ott is lesznek karácsonyi koncertek, lesz családi koncert, kamarakoncert, ez már több éve hagyománnyá vált nálunk, hogy testvérpárok, illetve szülőgyermek, szereplők összeállnak, és egy nagyon-nagyon hangulatos és bensőséges koncert szokott így létrejönni. És hát természetesen évvége felé van a tanévzáró ünnepségünk, ami több napos. A vizsga bemutatkozó. Tehát legközelebb filmzene koncert október 17-18. Én köszönöm a beszélgetést, és hogy így közelebb hozta hozzánk a zeneiskolát, illetve az ott folyó munkát és életet. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Holnap rendezik meg Kecskeméten a Ne Feledd napot a Hírösag órában. A demenciával érintett családokat segítő Feledhetetlen Alapítvány 2024 tavaszán Miskolcon indította el a Ne Feledd nap országjáró programsorozatot a Tegyük közügyi a demenciát kampány keretében, a Nem vagy egyedül támogatói kör memória követeivel. A rendezvény következő állomása pedig Kecskemét, amelyre már be is teltek a férőhelyek. Évről évre sajnos egyre több embert érint a demencia. A korai szakaszban való felismerés azonban nagy segítséget nyújthat, hiszen ha nem is lehet meggyógyítani a tüneteket, enyhíteni még tudják. A holnapi napon 90 ember vehet részt előszűrési vizsgálatokon, amely segít a demencia kizárásában, vagy éppen korai felismerésében. A demenciával érintett családokat segítő Feledhetetlen Alapítvány 2024 tavaszán Miskolcon indította el a Ne Feledd Nap országjáró programsorozatot, a Tegyük közügyi a demenciát kampány keretében, a Nem vagy egyedül támogatói kör memória követeivel. Ennek következő állomása lesz Kecskeméten a Hírösag óra. Az alapítványnak nagyon fontos célja, hogy minél korábbi időpontban kerüljön kiszűrésre
a demencia bármely formája. Ugye azt tudjuk, hogy minél hamarabb kiszűrünk valakit, annál hosszabban tud minőségi életet élni. A demenciának az első jelei már 5-10 évvel a betegség diagnosztizálása előtt megjelennek, de sajnos az ellátórendszerbe, az egészségügyi, illetve a szociális ellátórendszerbe nagyon későn kerülnek a betegeink, mikor már nem tudunk semmit tenni, sem az egészségügy, a gyógyszereléssel, sem a szociális ellátórendszer. Ezért azt tűzte ki célul az alapítvány, hogy minél korábbi időpontba fedezze föl a betegeket, és ezzel a Ne feledd nappal is az a cél, hogy olyan emberek, akik esetleg érzik magukon, hogy valami probléma van, de nem tudják az útját, nem ismerik a betegutat, akkor kiderülhessen, hogy valami probléma van. Úgyhogy az alapítványnak elsődlegesen ezzel a nappal ez a célja, de támogatjuk a hozzátartozókat is. Múlt évben kereste meg az alapítvány a Kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságát, akik azonnal igen mondtak erre a napra, mivel azt gondolják, hogy ez egy nagyon jó lehetőség mind az érintetteknek, mind a lakosságnak, illetve a szakemberek számára is. A szervezésnél is látható volt, mennyien álltak a program mellé. Azonnal elkezdtük szervezni a napot, és kerestük a megfelelő partnereket, és azt kell mondanom, hogy mindenki nagyon szívesen és örömmel vállalta a felkérést. Először kerestünk egy nagyon jó helyszínt, ahol 90 ember elfér, és kényelmesen meg tudjuk szervezni a napot, és a Hírös Agóra azonnal igen mondott, és ingyen adja a helyszínt ehhez a rendezvényhez. Ezen kívül még itt az egészségügyi és szociális intézményen belül nem csak az egészségfejlesztési iroda jelenik meg, hanem a memóriakord, ők is segítik a munkát és a szűrést ezen a napon, illetve az egész rendszerben önkénteseket vártunk, hogy segítsenek így az idősekkel az adott napon, és nagyon sokan jelentkeztek, úgyhogy nagyon örültünk neki, hogy első hívásra ilyen sokan jelentkeztek, és ők is fognak segíteni, és ezen kívül háziorvosokat is felkértünk, hogy segítsenek a szűrés folyamán, úgyhogy 3 doktornő fog segíteni ezen a napon, dr. Tóth Baranyi Zsuzsanna, Dobozi Tünde doktornő és Szabolcs Katalin vállalta el ezt a feladatot. Lesz egy hallás-látásvizsgálat, vércukor-vérnyomás ellenőrzés, memóriamérés, valamint a vizsgálatok után a résztvevők az orvosokkal is konzultálhatnak eredményeikről. Amennyiben valakinek bármilyen eltérés lenne az eredményében, ott a helyszínen további szűrést végeznek. A program lebonyolítói az alapítvány munkatársai mellett a Nem vagy egyedül támogatói kör memóriakövetei, akik arcokat, szakértelmüket, érintettségüket adják a program sikeréhez. Memória követség az azt jelenti, hogy a szakértelmemmel, tapasztalatommal, eddig megszerzett tudásommal segítem az alapítványt. Jó magam tavaly márciusban kerültem az alapítványhoz. Jobbágy Mária hívott meg engem, aki bennünket memóriaköveteket összefog. Mindenféle területről érkeztünk, én szociális munkás vagyok, de nagyon régóta foglalkozom demenciával élő idős emberekkel, de van köztünk érintett hozzátartozó, mint tapasztalati szakértő, van reklámszakember, aki ezt a sok munkát segíti, ami a szervezéssel jár, van lelki gondozó, és még sorolhatnám, hogy hányan tudnak segíteni az érdeklődőknek. És a memória követség azt jelenti, hogy a szabadidőmből akkor és abban segítek, amiben éppen tudok. Legfőképpen a hozzátartozókat támogatjuk, de az ilyen napokat is, mint a Ne feledd nap a jelenlétünkkel és a szakmai tudásunkkal segítjük. Az eseménnyel a megelőzést, az érintettség korai felismerését és a demenciával érintettek jólétét segíti az alapítvány. Aki nem tudott előzetesen regisztrálni, nem kell aggódnia, mivel a Kecskeméti Egészségfejlesztési Irodához egész évben lehet fordulni tanácsadásra, vagy éppen általános állapotfelmérésre. Már a kezdetektől fogva felvállaltuk a demenciával kapcsolatos érzékenyítést, a társadalom figyelmét fölhívjuk, hogy mennyire gyorsan nő ez az érintettek száma, és hát ez miatt a családokban is elég nagy problémát szokott okozni, hogyha megjelenik egy demens vagy demencia jelei az érintett hozzátartozónál. Tehát már a kezdetektől fogva
tartottuk az Alzheimer Cafét, ahol nagyon fontos és nagyon jó előadásokat tartunk a demenciával kapcsolatosan, a megelőzéssel kapcsolatosan, illetve a terápiás lehetőségek kapcsolatosan tudnak információkat kapni ezeken az előadásokon, illetve minden évben megrendezzük az Alzheimer sétánkat, ahol pedig fölhívjuk a figyelmet egyrészt a számok drasztikus növekedésére, illetve annak a fontosságára, hogy mennyire fontos a társadalom összefogása ebben a témakörben. Mint megtudtuk a szakemberektől, fontos odafigyelnünk testsúlyunkra, koleszterin, vércukor szintünkre, valamint vérnyomásunkra, hiszen ezek nagyobb kockázatot jelenthetnek a demencia kialakulásában. A holnapi nap pont ebben nyújthat segítséget, hogy teljes korképet kapjunk egészségi állapotunkról, és hogy megelőzhessük a demencia kialakulását. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az Esti Gyors. A megélhetés biztonságát, a közbiztonság megerősítését és a bíztatóbb, jobb jövő lehetőségének közös megteremtését emelte ki Szemereiné Pataki Klaudia az alakuló közgyűlésen tartott beszédében. Letette esküjét Kecskemét újra megválasztott polgármestere, a közgyűlés 21 tagja, valamint 5 alpolgármester és 5 tanácsnak tett esküt az alakuló közgyűlésen. Új vonalszámot kap minden helyi járat október 28-ától, az őszi szünet kezdetétől. Az adott járat könnyebb azonosítása egyértelműsítése miatt van szükség a váltásra. Fontos kiemelni, hogy az útvonal a menetrend marad a régiben. Leadták szavazatukat és megválasztották a képviselők az alpolgármestereket. Az új ciklusban is 5-en töltik be az alpolgármesteri tisztséget, név szerint Engert Jakabné, dr. Fekete Gábor, Bán János, Gál József és dr. Homoki Tamás. Holnap rendezik meg a híres agórában a Ne Feledd a Napot, amely a demencia kiszűrésében nyújt segítséget. Az eseményt a Feledhetetlen Alapítvány országos programsorozata részeként szervezik meg. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én kollégáim nevében is megköszönöm ma esti figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!